Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi hír november 17-től november 20-áig. Mielőtt elkezdeném mondani azt, hogy mi ez a hír számodra, szeretnék mutatni egy gyakorlatot, az ujjaink jógáját. Ez a gyakorlat arra jó, hogy meglegyen a belső nyugalom, a belső harmónia, hiszen kihat a víz elemére, kihat az érzelmekre. Mutatom a gyakorlatot. A hüvelyk ujjat és a kis ujjat összenyomjuk. A másik három ujj így kifele mutat. Belélegezésnél összenyomjuk, kilélegezésnél kicsit elengedjük az ujjainkat. Tehát mutatom a gyakorlatot. És mi a szerelmi hír? Mars bolygó utal a férfiakra. Mars bolygó visszafele halad. Ez jelenti az ő tartásukat, hogy visszahúzódóak. Ez a visszafele haladás egy visszatekintés is a múltba. Lehet, hogy valaki gondol rád a múltból, visszatér hozzád, vagy régi témákat idéz elő ez a mozgás, hiszen itt vannak emlékek. Mars bolygó az indiai asztrológia szerint a bika jegyében mozog, visszafele halad. A bika jegyénél a nyugalomról van szó, az élet örömről, a biztonság érzetéről, de anyagiakról is. Ez áll most a férfiaknál a középpontban. Vénusz bolygó az ránk hölgyekre utal. Vénusz bolygó a Szkorpión jegyében mozog, ugyanúgy, mint Merkur bolygó és a Nap, tehát ott vannak a közelben. Ez jelenti a mi elképzeléseinket, hiszen szeretnénk beszélgetni, szeretnénk valamit tisztázni. De a Szkorpión jegyénél mi hölgyek titokzatosak vagyunk, vagy bizonyos titkok kiderülnek, hiszen a Nap megvilágítja ezeket a titkokat. Amit a Szkorpión még jelent, ez a szexuális energia. Tehát megvan nálunk hölgyeknél most ez az erotikus kisugárzás, és a férfiak így látnak bennünket. Mars és Vénusz szemben áll, itt tükröződik valami, kell a belső egyensúly, ebben segít ez a finger yoga übünk, hogy meglegyen ez a belső nyugalom. Érdekes az is, hogy Mars bolygó a bika jegyénél Vénusz bolygó területén van, fordítva ugyanúgy Vénusz bolygó a Szkorpión jegyében Mars bolygó területén van. Ez olyan, mint jó barátoknál, amikor itt csere van, meglátogatjuk egymást, mert megvan a bizalom, és így hat ki a nő és a férfi között ez a szerelmi energia. De a hold befolyásolja az érzelmeket, 17-én, 18-án még nincs jó hatással. Itt vannak még nézeteltérések, lehetnek anyai témák is. 19-én és 20-án megnyugszanak az események, rendeződik valami, sőt, ennek van gyógyító hatása is, hiszen rendezzük majd a dolgokat, a párkapcsolatot illetően is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.